Tiszta környezetben, egészségesen dolgozni, és egy kicsit embertársainkra is gondolni, hiszen nekik szánjuk munkáinkat, ez lenne szerintem a művész igazi boldogsága. Naponta megszívlelem a gyula Szigari Intermet. Minden munkát úgy végezzetek el, hogy esetleg éjjel meghaltok, és az utókor a szerint fog itt élkezni. Sziasztok! Köszöntök mindenkit szeretettel! Kondor Enikő vagyok, és a férjemmel Kondor Ádámmal ebben a videóban Kolozsvárra hívunk titeket, ahol Erdély egyik legkiválóbb művészét, grafikusát, alkotóját, Gyészabó Bélát fogja bemutatni nekünk Ferenci Miklós, nyugalmazott református lelkipásztor. Tartsatok velünk! Jelenleg Gészabó Béla, egykori kolozsvári grafikus művésznek a Bolyai utcai lakásában vagyunk, és mindjárt itt az előszobában, a belépőben Rajtófer Jenőnek lehet a munkáit látni. Gészabó Béla mindig vallotta azt, hogy a minden művészetnek, függetlenül, hogy grafika, festészet, szobrászat, vagy bármelyen más jellegű művészetről legyen szó, az alapja a rajzolás és ő Rájtó Ferjenőtől, aki Székely Bertalannak volt a tanítványa, növendéke, tanulta meg a rajzolást, és ez végig kíséri az ő munkásságát, hiszen ö, körülbelül közel 14 ezer rajz, fémjelzi az ő munkásságát. Nyilván, hogy ezek között vannak egész pici krokik, de vannak egész nagy méretű rajzok, hiszen bárhol járt, mindig rajzolt, pasztelezett, és, és utána születtek meg azok a famecetek, amelyeket aztán később, ugye, mint egy közel másfél ezer famecetet készített, és igazán izigvéri grafikusnak vallotta magát. Gészabó Béla 1905. augusztus 26-án született, Gyulafehérváron Fehérváron, innen a G név is a nevébe, és ott gyermekeskedett, ott végezte középiskolai tanulmányait a Római Katolikus Majlát Gimnáziumban, ahol szerencsére nagyszerű tanára volt, aki nagyon korán felismeri azt, hogy Géza Béla mennyire tehetséges, hogy mennyire szeret rajzolni, és Rajtofer right Jenő, akinek ott fönt látható a portréja, egy olyan intelmet adott át a tanítványainak, ami Észabó Bélának egész életre meghatározta a, az életét, gondolkodását, munkásságát. És ezt mondta, úgy dolgozzatok fiúk, hogyha éjszaka meghaltok, akkor nehogy valaki másnak kelljen bevégezni azt, amit ti előző nap még megtehettetek volna. 1924-ben érettségizik, és Budapesten a, iratkozik be a gépészmérnöki főiskolára. Ott már másodéves korában rájön, hogy tulajdonképpen a képzőművészetnél lenne a helye, de a szüleire való tekintettel szégyelte volna otthagyni, és elvégz 1927-ben. Majd párhuzamosan ezzel főiskolai tanulmányokat végez Varga Nándor Lajos tanítványaként, aki nagyszerű grafikus, és kezdetben ő is úgy emlékezik vissza, hogy festőnek készültem, de ezeket az itt látható munkákat soha senkinek igazán nem mutatta, tehát ez gyakorlatilag halála után kereteztük be, Láthatók itt bözödi képek, mert bözödön bözödi György jó barátja volt, sokat dolgozott. Aztán láthatók itt nyárádmenti képek is, a mi családunk, a Ferenci család, nyárádmenti család. És nagyapám ott volt nyárát Szent Benedeken, a tanító, nagyon sokszor vendégeskedett Gészabó Béla ott nyárát Szent Benedeken. 1932-ben egy kiállításon találkozik Koskárójjal, ekkor Történik igazán a nagy fordulat az ő életében, mert azt kérdezte, hogy fiatal ember miért nem mászik fára. A saját elképzelés alapján készítette el azokat a a vésőket, ami, amivel aztán igazán a famecéshez felé fordul, és ha valaki később is festőművésznek titulált, akkor mindig ezt mondta, hogy én kérem csak grafikus művész vagyok. Gészabó Béla igazán a grafikában alkotott egyedit és rendkívül és ekkor kezdi meg a, a fára mászást, és ebből a korszakból való, az 1935-ben megjelent uh, Liber Miserorum, a szegények nyomorultak, elesettek könyve, amely tulajdonképpen Gészabó Bélának első nagy méretű, nagy lélegzetű munkái az év öt legszebb magyar kiadványok könyvei közé sorolták ezt a Liber Miserorumot. Aztán 30-as évek vége felé Magyarországon, Szankon vendégeskedik a Tamás katolikus papnál, és ott a szanki élményeit ilyen tusrajzokba, örökíti meg, és ezekből jelenik meg, a Liber Vagabundi könyv kiadványa, amely szintén összefoglalója az ő első korszakának a, a grafikai ábrázolás módjában. Most itt, ahol vagyunk, ez tulajdonképpen ez volt Gészabó Bélának a műterme. Hosszú ideig, ugye, a munkanélküliség kenyerét mondjám, egy eszi alkotásaiból él. Ekkor találkozik Járosi Andor evangélikus lelkészsel, akik jó barátja, illetve reményik Sándorral, és ebből a korszakból, a 30-as évekből, mint különlegességet tudom mutatni, a Járosi Andor portréját, illetve a reményik Sándorral való találkozását. És ők aztán segítik hozzá, hogy a Pásztor tűznél lesz Gészabó Béla illusztrátor. Ez munkalehetőséget jelentett számára a 30-as években, viszont reményikkel, aki sosem engedte, hogy verseit úgymond illusztrálják, mégis Gyészabó titokban készítette egy portrét, és ez a portré annyira megtetszett Reményiknek, hogy nem csak hogy elfogadta, hanem 15 példányt alá is írt. Reményik később aztán verset is írt Gyészabó Bélának, és ebből az időből is való a Gidánval való találkozása szintén a aki szintén Gyészabó Bélának dedikál, majd később szintén dedikált Kányádi is az egyik famecetéhez írt a kicsi behajló nyárfa, ez a famecete, amely, amelyhez Kányádi egy verset írt. Nagyon jó baráti kapcsolatban álltak Reményikkel, Kányádival, és nem csak, hanem ugye nagyon sok képzőművésszel. Én 1956-ban ismertem meg Gészabót, amikor nagyapáméknak volt az 50 éves házassági évfordulójuk, ő is ott volt nyárát szemben edeken. 56, pontosan október, októberében, amikor egy külön ilyen telepes rádió hallgattuk, akkor hallgatták a magyarországi eseményeket. Hát én gyerekként akkor csak annyit értettem meg, hogy baj van, lőnek, meg emberek halnak meg, de uh, Gészabó Bélával való talál, első találkozása, mondom 1956-ra vezethető, és uh, amikor én felkerülök Kolozsvárra, és Ferenc Júliával, aki művésztársa volt, és nagyon sokat paszteleztek együtt, Furman Károlynak, az ötvös művésznek volt Júlia a, a felesége, tehát én Furman Károlyékhoz, Ferenc Júliához, a Farkas utcába kerülök, és ott végzem a tanulmányaimat a jelenlegi Bátori gimnáziumban. László Dezső bácsi volt a lelkészünk, aki később a teológia felé irányít. Tehát 69-ben 73-ban végzem a teológiát, és ez az időszak, az a 60-as, 70-es, egész 85-ig tulajdonképpen meghatározó volt az én szempontomból a Gészabó Bélával való nem csak találkozás, hanem ugye mellette gyerekeskedni, felnőni. Sokszor, ha matematika problémám volt, akkor Gészabó volt az, aki abajgatott, hisz naponta feljött a Farkas utcába szinte, vagy pedig mi gyerekekként mentünk a Múzeum utcai lakásába. 71-től már itt lakott a, ebbe a Bójai utcai lakásba, és valahányszor csak elutazott, akkor mindig ennek a lakásnak a gondozását, képeknek az eladását, stb. rám vissza. Még külön élményt jelent számomra, hogy Giszabó Béla, Ugye hát sokat illusztrált az útunknál is. És az utunk kocsiát létai volt akkor a főszerkesztő, és neki kocsia volt. Akkor sokszor kölcsönadták, és ezekre a kirándulásokra, ami egy, egy napost, tehát reggeltől estig, minket is a három Ferenci fiút úgy, magával vitt. Egyrészt azért, mert tudta, hogy mi is szeretjük, ez a, és nekünk egy külön élményt jelent kocsikázni. Másrészt pedig azért is, hogy amikor rajzolt, és főleg, ha olyan helyen rajzolt, ahol ugye sokan jártak, akkor hát fiam, akkor ide el, mert nem szerette, hogyha bámulják. Ami fontos volt számomra, vagy maradandó élményt jelent számomra, hogy én voltam úgymond a modell a bátyámmal. Itt is például én a figuránál szintén a modellként én, én, állok. A legkedvesebb emlékem, élményem az a fény és kereszt, ugyanis amikor hazakerültem, tehát 64-14 éves voltam, és még nem volt meg az ebéd, Gyészabó elég gyakran ebédelt ott a Farkas utcába. Na hát akkor fiam, feküdj le ott az ágyra, tedd így a lába, és tulajdonképpen ez a láb, az a, a, a modell, az én vagyok. Készabó Béla nagyon sok albumot illusztrált. A nagy illusztráció sorozata ez a Hónapok, illetve a Dante album, és az, ami nagyon közel áll hozzám nyilván, az a jelenések sorozata, amit illetének utolsó évtizedében, 77-78-ban, egy év és kilenc hónap alatt készíti el a 22 famercetet, mindegyik fejezethez egy külön képet. De egyéb Szabó Béla azon kívül, hogy könyveket egész sorát illusztrálta, nagyon sokszor ugye fordult a népmese világa felé. Bözödi György gyűjteményében Bágyi Jánosnak a 107 mesét jegyzi föl, és ebből jelenik meg egyrészt az eszős gyermök, illetve a tréfás farkas, de együtt illusztrálta Julia nénémmel a Farkas is, de ugyanúgy lehetne beszélni ugye a százszerelmes szunettjéről. egy nagyon tartalmas könyv, ugye Murádi Jenőnek a Gészavú Billáról készült tanulmánykötete, ami nagyon alaposan a szemlélteti az ő egész életét. 75 éves koráig. Giszabó Béla ebben a műteremben élt, alkotott, és a munkássága, ami ugye közel másfél ezer mint mintegy 160 olajkép, illetve 2000 pasztel, és közel 14 ezer rajzfém jelzi az ő munkásságát, illetében mintegy 250 kiállítás egyéni, de mintegy 400 kiállításon vett részt, gyűjteményes kiállításon, és halála után pedig 137 kiállítás sikerült szervezni, a legtöbbet nyilván itt Erdélyben, Magyarországon, Nyugaton pedig Stuttgartba, Brüsszelbe például a jelenések sorozatát. Amikor hatodik pál, pálpát meglátogatja Mártonáron, akkor először a Dante sorozatot, később pedig a jelenések sorozatából is levisz egy-egy példányt, erre nagyon büszke volt Gészabó, és ezért a Szent egy pápai áldást, illetve két pápai áldásnak az egyiket oda ajándékoztuk Szanknak. Erre volt a legbüszkébb, ezt tekintett a legnagyobb kitüntetésnek. Amúgy a művészi hitvallását, ahogy megfogalmazza, ugye az itt látható pusztán tengeren barangoltam magamban, emberektől távol sem kínzott az egyedüllét, föld, víz, égbolt, állat, fa, köznapba ünnepen viszi. Számomra ez a hagyatéknak a gondozása, illetve annak a sok-sok kiállításnak a szervezése, mint egy 500 képet kereteztünk be, és Közel 600 munkát adományoztunk múzeumoknak, intézményeknek, magánszemélyeknek. Számomra ez olyan, mint a lelkészi szolgálatban a Krisztusi parancs, hogy menjetek, tegyetek tanítványá, minden népeket kereszteljétek. A képzőművészetnek ilyen jellegű továbbadása úgy érzem, hogy szintén egy olyan, mint egy misszió, és ezt tapasztaltam mindig, hogy Gészabó a hagyatékából szervezett kiállítások mindenütt örömöt jelentett. És ha örömöt tudunk szerezni, örömöt tudunk nyújtani embereknek, akkor azt hiszem, hogy boldogok vagyunk. Gészabó Bélának az a bizonyos boldogság, amilyen szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg nem gondolt. 1985. november 30-án adatott meg, amikor 80 éves korában elhunyt itt Kolozsváron, és azóta a házsongárdi temetőben, a családi sírban nyugszik, és nekünk mi adatot meg, hogy látni, másokkal neki az, hogy meg valamit meglátatni, a tájakból, vidékekből, tá emberek arcákból, nekünk pedig az, hogy Látni azt, ami az élet titka, ami nem más, mint maga az élet. És ez az élet, pedig ahogy Pál fogalmaz, nekem az élet Krisztus, és a meghalás az a nyereséget jelenti.